Dame i gospodo, poslani posljednici jade reči, danas nam je posjetu ovoj njegove ekscelencija, gospodin Jozef Levi, ambasador Izraela. Imali smo otprilike jednočasovni razgovor sa njegovom ekscelencijom, vezano za mogućnost saradnje između grada Subotice, naše lokalne samouprave i Izraela, određenih institucija i određenih drugih sadržaja. Ono što smatram da je razgovor bio veoma otvoren, iskren i u tom smislu smo razgovarali sa gospodinom ambasadorom da se Subotica uspostavi prvenstveno ambasada, preko ambasade verovatno i određeni privredni subjekti, određene udruženja, određene ustanove, jednu ozbiljniju saradnju u budućem periodu vezano oblasti ekonomije, vezano oblasti kulture, vezano oblasti rada naših ustanova i naravno uzme zadri i otvorenosti spremnost da u saradnju zaista budućnosti podignemo jedan mnogo ozbiljniji, mnogo više nego što je bilo u proteklom periodu. Razgovarali smo kod toga da zaista dobijemo na neki način konkretne predloge i mi da damo gospodinu ambasadoru da sada konkretne predloge i da te konkretne stvari i realizujemo. Ono što vidim mogućnost jeste da se pojave izraelske kompanije u Subotici i da tu pojačamo jednu ekonomsku prisutnost izraelskog kapitala koji je bio između dva rata i pre Drugog svjetskog rata zaista jak i ustanovljen u Subotici i na ovoj regiji i da to ono pospešimo s druge mogućnosti vezano za jednu oblast kulturne saradnje koja je isto tako bitna. Gospodin ambasador se interesuje za projekat izgradnje i rekonstrukcije sinagoge i tu smo ga poznali sa čitavom situacijom, tako da mislim da ovaj današnji sastanak je bio plodonosan po mom mišljenju i nadam se da će što pre doneti i konkretne rezultate. Toliko, svoj gospodin ambasador. Well, I'm very happy to be here in Subotica. It's a beautiful city. It's always warmed the heart to be in such a pretty place. I was very impressed by the energies of the mayor, Mr. Madlai, and his prospects for the city regarding the economy, regarding investments, regarding tourism, regarding the reconstruction of the Jewish synagogue, which is so important for the Jewish community and for the State of Israel. I've learned about the challenges of the city. I've learned about the hopes. I've learned about investments from abroad, Germans, Italians, and others. I've learned about the prospects for Balich. I've learned also about the expectations from the Israeli side. I promise to you to do the best we can to participate in the economic growth of Subotica. I think it's a wonderful place with its location, a unique location, with its wonderful manpower, very credible, very well-educated people. I was very impressed by the multi-ethnic and the multicultural profile of the city, which is a great example of good cohabitation between Serbs and other minorities, which are all together one nationality. And I was very impressed by the energies, by the good plans, by the stretched hands towards cooperation with Israel. We agreed already to have Israeli culture week here in Subotica as soon as possible. I was very happy to follow the works regarding the reconstruction of the synagogue, as I said. Subotica was before, had a very striving and very prosperous Jewish community, murdered by the Germans during the Second World War. They cannot be restored. But the temple, the synagogue, which was the center of the spiritual, religious, and cultural life of the Jews of Subotica, is still standing. And it's a memorial for the great times of the past and for the cooperation of the present. So I would like to thank the mayor for his openness. We had a wonderful, long conversation about many issues. I'm always happy to be here, a guest in Subotica. It's a wonderful place, and I thank you for listening to me. Dan Levik, ma sot karlatova, zem karlatova, platova, tomeng, Izrael, mačke vete, Jozef Levi úr, és excellencia, Walter, de a gyurakosztát beszélgetésünk volt. Sok olyan témát érjük, amely igazából az önkormányzat és
Izrael közötti kapcsolattartását, a viszonyokat erősíteni. A nagykövető megismerkedett abban a kapcsolatban, hogy szabadtán, hogy áll a helyzet, mit tervezünk az elkövetkező időszakban, és én pedig külön kiemelten foglalkoztunk az együttműködésének a lehetőségei. Úgy mértük fel, hogy megvan a lehetőség arra, hogy izraeli beruházók jelenjenek Szabadkán is, és erre nyitottak vagyunk, másosra pedig a kultúra, illetve az intézmények együttműködésre vonatkozóan is komoly lehetőséget látunk. A mi feladatunk lesz az, hogy az elkövetkező időszakban ezeket a megbeszéléseket, amiket nem megegyezünk, ezt valóra is váltsuk, és én de reménykedek, illetve biztos vagyok abban, hogy a nagykövet úr is bizakodó a jövőre vonatkozóan, ami az együttműködést illeti, és mindenféleképpen megemlítettük, illetve szóba erejött az is, hogy a nyomának a felújítása az komolyan előre haladott, és erre vonatkozóan is a nagykövet úr támogatásával biztosított az önfeladatot. Úgyhogy nagyon nyílt és őszinte megbeszélések voltak, és azt gondolom, hogy ez egy alapot fog biztosítani arra, hogy az elkövetkező időszakban az önkormányzatnak és egyes izraeli beruházók, egyes izraeli intézmények kultúra területén megjelenjenek Szabadkán, arra is beszéltünk, hogy az izraeli kultúra hete eljönne Szabadkán, Zsűr megy megjelen Belgrádban, jutottak vagyunk erre, tehát sok olyan lehetőség van, ahol együttműködhetünk, és abban is megegyeztük, hogy konkrétan kell, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról. Én valószínűleg tartom, hogy az elkövetkező hetekben a nagykövetség része is el lesznek küldve azok az ajánlatok, javaslatok, hogy mit látnak, mindenki csak is lehetőséget, az önformátus megteszi azt, és hogy itt eredmények is lesznek már a jövőben, erre vonatkozóan. Köszönöm szépen! Köszönöm!